ugye hallottunk már ilyet, úgy hívják, hogy principál latinul előálló, tehát ezek a sípok, amelyek előállnak. Bár billentyűk vannak rajta, mégis fúvós hangszer az orgona, mivel levegővel szólalnak meg a sípok. A világ legnagyobb orgonájában 19,5 méteres a legnagyobb síp, míg a Kármelében 16 láb magas, ami csaknem 4,9 méter. A Kármelben egy koncert orgona szolgál, a plébánia hálás az elődöknek, a karmelita szerzeteseknek, hogy a templomhoz méltó orgonát építettek 1993-ban. Korábban egy hangszer orgona üzemelt, de az takarta az ablakokat, és a mérete sem volt megfelelő. Az orgona és annak zenéje egy eszköz, mellyel az Istenhez vezetik az embereket. Az esküvőkön örömet, a temetéseken vigaszt nyújt, segíti az embereket a lelki világuk megnyugvásában. Örülök annak, hogy van olyan organista, kántorunk itt a Kármelbe, aki méltóképpen meg tudja szólaltatni az orgona, annak minden porcikáját, minden kis sípját. Úgyhogy nekünk nagy öröm, hogy mi is csatlakozunk, és ezzel egyfajta ilyen felhívás, hogy igen, itt bármikor lehet tartani orgonakoncertet, és az embernek a lelkét simogatja. Az orgonát a hangszerek királynőjének is nevezik. Méltóságát és nagyságát az adja, hogy hangzása felül kerekedik minden más hangszeren. Női mi volta pedig szeszélyességében, változatosságában rejlik, hiszen hangzása széles spektrumon mozog. Nagyon jó és nagyon érdekes volt, nagyon jó darabokat játszott el a kántor. Ez egy szelep, és ugye ahogy kiengedem a levegőt a sipomkön keresztül, fogy a levegő. Németh Kristóf 2021 májusa óta szolgál a Kármelben. A kántor régi terve volt, hogy csatlakozik az orgonák éjszakájához. A programot nagyon jó kezdeményezésnek tartja, hiszen közelebb hozza az emberekhez a hangszert és muzsikáját. Az orgona az, amivel én közelebb tudom vinni a templomba látogatókat a Jóistenhez. Nekem az egy olyan, mondjuk ki, eszköz, amivel én a lelkeket tudom Istenhez vezetni. Nekem elsősorban nem célom a saját magam mutogatása, hanem sokkal inkább az egyház szolgálatában én az Istenhez viszem a lelkeket, az Istenhez terelem az embereket, ugyanúgy a liturgiákon, mint igyekszem ezeken a koncerteken is. Az orgonák éjszakáját a Filharmónia Magyarország szervezi, országszerte koncertekkel, orgonás liturgiákkal, valamint különleges programokkal, kiállításokkal és bemutatókkal népszerűsítik ilyenkor az egyházi zene első számú hangszerét.